egyik útba jöttünk, mint megígérted, így jelen közöttünk. Örömre végig, szomjú szívvel kérünk, jöjj szolgálj nékünk. Szent lelket kérünk, áldásodat várjuk, koldus szívünket bízva elét álljuk. Tetős meg hittel, szeretettel fénnyel, hadd osszuk széllyel. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bevegyek és hálát adok az Úrnak. Az Úré ez a kapu, igazak járhattak át rajta. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett, vigadozzunk és örüljünk ezen. Áldott, aki az Úr nevében jön, az Úr az Isten, ő világosít meg minket. Istenem, hálát adok neked, magasztallak téged, halleluja. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Az Úré ez a kapu, igazak járhattak be rajta. Isten kegyelméből elkészült a templom. Átadom a kulcsot az egyházkerület püspökének. Isten áldja meg a mi kezünk munkáját, hogy áldás legyen ez a szent hely Krisztus gyülekezete számára, nemzetekről a nemzetekről. Kedves Laci, Lenzúr László testvérem, megköszönöm a tervezők munkáját, megköszönöm a kivitelezők munkáját, és most átadom neked a kulcsot a gyülekezet lelkészének, Saci, mint a budakeszi gyülekezet lelki pásztorának, nyisd meg ezt a kaput, hogy beújjon rajta Krisztus gyülekezete. Az Úr Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához, ő adott elénk nyitott kaput, amelyet senki be nem zárhat. Az ő nevében nyitom meg új templomunk kapuját. Thank you.
Kedves testvérek, mielőtt az Isten tiszteletet a liturgiával kezdjük, jelzem, hogy még az első sorokban van hely, jobb oldalról, ha bejönnek, jobb oldalt, a harmadik sor még üres, kérjük, hogy töltsék föl kintről a testvérek, főleg akik oldalt állnak, vagy nem tudtak, idős testvéreket kérjük, hogy segítsék őket előre, legalább öten még itt el tudnak férni, szeretettel kérjük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, szeretem a Te házadat, dicsőséged lakóhelyét. Sóvárok, sőt, eped az élekem az Úr házáért, testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Boldogok, akik házadban otthonodra lelnek, szüntelenül dicsérhetnek Téged. Boldog az, akinek ereje Te vagy Istenem, aki a Te utadon jár. Istenünk, pajzsunk, tekints ránk a Te felkentedért, figyelj és hallgasd meg könyörgésünket. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Krisztus, aki tested templomát értünk lerombolni engedted, és harmadnapra újra felépítetted. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Úr Jézus Krisztus, aki a mi testünket is a Szentlélek templomává teszed, Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Úr Jézus Krisztus, aki igédben és szentségeidben jelen vagy az ember kéz alkotta templomban is, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! A magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy, és mindent betöltesz, kérünk, lakozzál közöttünk ebben a hajlékban is. Igéd és szentségeid által munkáld megtérésünket. Lelkeddel teremts újjá bennünket, hogy egykor színről színre láthassunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, Isten kegyelméből bevonulhattunk a budakeszi gyülekezet új templomába.
Pál apostol azt tanítja, hogy Isten igéje és imádsága, és az imádság szentel meg mindent. Ezért most hallgassuk meg Isten igéjét, és hívjuk segítségül az Urat, hogy ő maga szentelje meg ezt a házat, amelyet az ő szolgálatára szántunk. Ezért hallgassátok meg Isten igéjét először a Jelenések könyvének 21. fejezete alapján. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: íme, újjá teremtek mindent. És így szólt: írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Urunk, szentelj meg minket igéddel. A te igéd igazság. Most hallgassátok meg a templom szentelési ünnep evangéliumát, a Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetéből. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Ez a mai nap evangéliuma. Testvéreim az Úrban, hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Ezért most hívjuk segítségül az ő szent lelkét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt a házat, amelyet az ő dicsőségére építettünk. Énekeljük el hangszerkíséret nélkül a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű éneket. Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven, mennyei ajándékokkal, szívbéli szent buzgósággal. Mennek isteni ereje, sok népet egy hitre élet. Légy velünk Isten népekkel, hogy teljünk meg dicséreteddel. Örök Isten, irgalmas Atyánk, nagy a te dicsőséged, túlárad az égen és a földön, és félelemmel tölt el minden teremtményedet. Még nagyobb a te irgalmad, amellyel eljöttél a világba,
és üdvösséget szereztél minden teremtményednek egyszülött fiad által. Végtelen irgalmadért kérünk, ne vesd meg kezünk munkáját, hanem használd fel üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a templomot és mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne a te népedet nemzedékről nemzedékre, és szenteld meg lelkeddel, hirdettesd benne tisztán a te evangéliumot, és nyisd meg előtte a gyülekezet fülét és szívét. Teremtsd benne újjá a te gyermekeidet az új élet vízével. Tápláld őket a mennyből alászált kenyérrel, és tisztítsd meg őket az új szövetség vérével. Tekints kegyelmesen mindazokra, akik téged keresnek ezen a helyen. Szánd meg azt, aki élete terhét teszi le előtted. Szenteld meg azt, aki szíve örömét tárja eléd, és emeld fel az elesettet. Légy ereje a gyengének, támasza a botladozónak. Bocsásd meg bűnét annak, aki hozzád tér, és ajándékozd meg azt, aki áldásodat kéri. Mindazokért pedig, akik azt sem tudják, hogy mit és hogyan kérjenek, esedezzék a te lelked kimondhatatlan esedezéssel, és teljesíts rajtuk a te jótetszésedet, mielőtt ajkukra jönne a szó. Hallgass meg mindenkit, aki hozzád kiállt ezen a helyen, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és szent lelkeddel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Az Úrnak szentelt legyen ez a templom az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, hogy az örök és irgalmas Istent imádja lélekben és igazságban. Lakozzék e szent helyen mindenkor Isten dicsősége. Épüljön benne szeretetben Krisztus gyülekezete Isten templomává, a lélek egységében nemzedékről nemzedékre. Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet kezeid alkotását. Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán. Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet békességben. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, ugyanint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 10. részének első versétől a következőképpen. Az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahová menni készült. Menjetek el, íme elküldele titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok Isten országa. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta, Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, majd elhangzik nyilván az építés története kapcsán, hogy hogyan önállósult a budakeszi gyülekezet, a budahegyvidéki gyülekezettől, hogyan izmosodott meg egyre inkább, mint az agglomeráció számos más gyülekezete, az itteni evangélikusság is. Aztán, és itt már magam is bekapcsolódhattam a történetbe, 2009. októberében, reformáció havában megvett egyházunk egy parasztházat a település központjában, abból alakítottunk ki egy gyülekezeti termet, irodát, lelkészi hivatalt, és Laknerné Puskás Sára lelkésznő választása nyomán azzal az igével vettük használatba ezt az imaházat, ami akkor az év igéje volt. Én újat cselekszem, mondja az Úr, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. Aztán 2017-ben sor kerülhetett, mivel a gyülekezet kinőtte ezt a házat, ezt a közösségi épületet, az új, régóta álmodott templom alapkőletételére. Íme alapkövet teszek le a Sionban, mondja az Úr, drága és szilárd alapkövet, hogy aki hisz, ne szégyenüljön meg. Tehettük mindezt éppen a reformáció emlék évében, emlékszem, hogy szakadó hóesésben, de éppen ezért megrendítő körülmények között 2017. novemberében. Aztán, mivel a munkások nagyon derék tempóban végezték ezt a munkát, köszönet érte ezúton is, elég hamar elkészült a templom, megkaptuk hozzá a gyülekezet gyűjtése nyomán a támogatást is Magyarország kormányától, ezért is köszönet, és hamarabb szinte már fölszentelhettük volna ezt a templomat, mint most, de aztán a pandémia megakadályozott minket ebben, azért Isten tiszteletet már tartott itt a gyülekezet. Az a tisztességért, hogy meghívtak egy első Isten tiszteletre, a járvány kellős közepén, távolságtartással, maszkokban, talán éneklés nélkül voltunk együtt 2020. november 22-én. És akkor megrendítő volt az alapige a jelenések könyvéből, amelyet nem én választottam, hanem annak a vasárnapnak az igéje volt szerte a világ evangélikusságában, a fehér ruhába öltözöttekről, vagyis az üdvözültekről szólt, azokról, akik az ige szerint a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ennek nyomán természetes módon beszélhettem arról, hogy ezt a templomot a 20. és 21. századi mártíroknak, a vértanúknak szeretnénk dedikálni, akik valóban nagy nyomorúságból jöttek, különböző kataklizmák, üldöztetés, megpróbáltatások közepette, megőrizték a hitüket, hitvalló keresztjének tudtak maradni, és életüket is odaadták Krisztus ügyéért. Megmosták ruhájukat, és megfehérítették azt a bárány vérében.
Köszönet Bencz úr László tervezőnek, aki nem csupán gyülekezeti tag és evangélikus egyházunk régi-régi szolgálója, mint egy nemzedékeke keresztül megtestesíti az evangélikus egyház szeretetet és a kultúra iránti elköteleződést. Nos, hogy ő fölismerte ennek az ötletnek a vizuális megvalósíthatóságát is, és azt a bizonyos 6 oszlopot a templom körül úgy alakította ki, hogy 12-12 nevet egy-egy régióhoz tartozó mártírok neveit tudtuk ott föltüntetni. Már most mondom a gyülekezetnek, hogy aki még nem tette volna, járja majd körbe a templomot, böngésze végig a neveket, és majd a kísérő füzet alapján olvassa el azokat a történeteket, megrendítő sorsokat, amelyek ezeknek a mártíroknak az életét, és adott esetben halálát, mártíriumát mutatja be. A Kárpát-medencéből, Magyarországról, a történelmi Magyarország területéről is, aztán a többi földrészről, hiszen a mártírium nem ismer határokat, sem földrajzi, sem felekezeti határokat. És így igazzá vált az, amit Jézus ebben az igében megfogalmaz, amelyet erre az alkalomra választottam, hogy úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Mert ezeket a mártírokat, de általában az egyház tagjait bármilyen történelmi környezetben bárányként küldi, gyakran farkasok közé, farkas világba. Amikor adódhat olyan, hogy eljön a farkasok órája, amikor a keresztjének valóban az életüket teszik kockára, amikor Jézus mellett hitvalló magatartással megállni, az bizony egyenlő lehet a biztos halállal. Jézus az evangélium szerint nem csak a 12-es tanítványt választotta ki és küldte el, hívta és küldte őket ezzel a sajátos lüktetéssel, mint ahogyan az életünkben is a belégzés és a kilégzés összetartozik, hanem elhívott egy szélesebb tanítványi kört, a 72-t, akik megtestesítik a világ nemzeteit is, hiszen ez valahol már missziói célú küldetés, Lukács számára különösen is fontos ez a missziói, ez a határokon átívelő szempont, és így kezdődik ez a szakasz, kettesével küldi ki tanítványait. A gyülekezet lelkésztőjének is van társa, szerényen most kicsit lejjebb ül, Lakner Pál házastársa, aki ugyancsak sokat tesz egyházunk érdekében általában, de ennek a gyülekezetnek az érdekében is. És van elnök társa is, aki ugyancsak szerényen húzódik meg, a már említett építész, Bencz úr László, és azt hiszem, hogy ez a kettesével való kiküldés, ez a presbitériumra is érvényes, és a gyülekezet tagjaira is, hogy mindenki tudhat maga mellett egy testvért, lehet, hogy családtagot, lehet, hogy szomszédot, de azzal a bizonyossággal lehet, hogy nincs egyedül a szolgálatban, nincs egyedül a bizonyságtételben, hanem valaki ott van és segíti őt. És mire szól a mandátumok? Menjetek el házról házra. Igen, ahogyan a lelkésznő sokszor teszi, házról házra jár. Ha megtudja lelkész kollégáktól, Budapest bármely részéről vagy vidékről, hogy ide költözött valaki, akkor levelet ír, telefonál, bekopogtat, keresi őket házról házra, és milyen jó lenne, hogy az ide beköltözöttek is, talán éppen a mai ünnepi istentisztelet nyomán, a híradásoknak is köszönhetően, vagy egyszerűen csak mert itt mennek el a templom előtt, a bevásárlóközpontba, vagy a benzinkútra, vagy adott esetben a temetőhöz, akkor értesüljenek arról, hogy itt van evangélikus templom, és nem csak templom van, hanem élő kövek temploma, keresztjén evangélikus gyülekezet is van, amely, és szeretnénk, ha ez ránk jellemző volna, ha az evangélikus egyház erről volna megismerhető, amely nyitott, befogadó közösség, amely mindenkit hív, aki ide költözik, nem csak távoliakat, hanem közelieket, nem csak közelieket, hanem távoliakat, és nem csak budakeszieket, hanem telkieket, pátyiakat, budajenőieket, hiszen ezek a gyülekezet szórványa. Ökumenikus módon mi kell mindezt tenni? 2 nappal ezelőtt látogatott meg engem a testvér katolikus egyházközség lelkésze Gábor atya, és kaptam tőle egy könyvet, meg levendula szörpöt. Mind a kettőnek örültem. A levendula szörp még várja megfelelő alkalmat, hogy elfogyasszuk, de a könyvet átolvastam, sőt,
bizonyos oldalakat végigböngésztem. Nem volt könnyű, mert ez egy 1802-ben megjelent könyv reprint kiadása, és ő büszkén mondta, hogy ez az ő telki templomának az építésekor elhangzott prédikációt örökíti meg, hogy 201 néhány év múlva ilyen kötetben kiadják az én prédikációmat, mert az kétlem, de milyen jó, hogy ezt megőrizték. Mi végre valók a templomok, ezt a címet adta a Fejér György plébános a prédikációjának, és alapigéje 1 Mózes 5.17 volt, rettenetes, vagy más fordítás szerint félelmetes ez a hely, nincs itt egyéb, hanem az Isten háza és az ég kapuja. Igen, minden templomra, a telkire, a budakeszire és Isten minden templomára, felekezeti hovatartozástól függetlenül jellemző ez, hogy itt nincsen más, nincs egyéb, mint Isten háza és az ég kapuja. Isten háza, vagyis jeladása szentről, egy szekuláris, gyakran Istentől távolodó, sőt, istentelen világban. Igen, a bevásárlóközpont, az uszoda, a sportpálya közelében, amelyekre szükség van, de szükség van lelkiekre is, lelki erősödésre, Isten templomára. Szent ez a hely. Hadd idézek ebből a prédikációból, 1802-ből. Jákob, a dicső zarándok, a józan és megvilágosodott pátriárka tudta, hogy Isten valósága az egész világot betölti, de az Úr itt bővebben árasztatja ki áldását, mint máshol. Itt jelenlétének érzése jobban szívére hatott, mint egyebütt. Ezebekre nézve, vallá ő bizonnyal letelepedése helyét rettenetesnek, félelmetesnek, az Isten házának és az ég kapujának. Aztán szép retorikai fordulattal szólítja meg az akkori gyülekezetet. Nem tudom, tekintetes, nemes, ájtatos hallgatóim, megegyeze ezekkel a ti gondolkodásotok, érzéstek, hitetek vagy sem. Nos, az én tekintetes, nemes és ájtatos hallgatóimhoz fordulok most. Ti is így gondoljátok-e, hogy szükség van a szentre a profán világban? Szükség van arra a jeladásra, amelyet a templom a maga tornyával, tetején a keresztjével, és legfőképpen az élő kövekkel, a gyülekezet tagjaival megvalósít ebben a közösségben. És az igehirdetés két fő pontot tartalmaz, nem fogom végig idézni, de azért erre a két pontra utalok. Először is azt mondja, hogy a mi jobb voltunk az, ami a templomban megvalósulhat. Ezt mondja szó szerint, én azt vallom, ami tulajdon jobb voltunk tesz először szükségessé templomokat, ez az első, a hazának jobb volta teszi másodszor szükségeseké a templomokat, ez a második része beszédemnek. A mi jó voltunk, és egy nagyobb közösség, adott esetben a hazának a jó volt a 1802-es prédikációk nyomán. De így van ez ma is. A mi megtérésünk, megigazulásunk, egyén, család, gyülekezet, az egyház megerősödése az, amelyet munkálnunk kell, amelyre törekednünk kell a templom békéjében, ezért részesedhetünk az úrvacsorában, ezért építhetünk itt közösséget nemzedékről nemzedékre, ezért épült ez a templom úgy, hogy van egy közösségi terem is, ahol ifjúsági alkalmakat, több korosztály számára megfelelő réteg alkalmakat lehet tartani. Ezért hozta el az említett lelkipásztor vezetésével ezt az orgonát Speyerből, a római katolikus dómból, a gyülekezet néhány tetrekész tagja. És milyen jelképes ez, hogy egy ideig még ott voltak Speyerben, aminek a reformáció történetében is jelentősége van ennek a városban. Ott voltak azon a búcsú koncerten, amikor utoljára megszólították ott ezt az orgonát, és aztán összepakolták, kamionra tették, és elhozták ide, Budakeszire. Jelképes ez, hogy ott elnémult az orgona, itt pedig megszólal. Hasonló örömben lesz részünk néhány hét múlva, amikor egy Stuttgart melletti templomnak az ugyancsak lebontott orgonáját Dunaújvárosba, az egykori Sztálinvárosba tudjuk, az ottani Nagy Tamás által épített, tervezett gyönyörű evangélikus templomba helyezni, hogy az ottani kisebb orgonát pedig a Piliscsabai gyülekezet kapja meg. Ott valahol ez veszteség, nálunk nyereség. Ez a mi javunkra van, a mi épülésünkre. És milyen jó, hogy ezért ezt az Isten tiszteleti közösséget nem csak az igére figyelve, hanem közösséget formálva
és evangélikus hagyományainkhoz méltóan a kultúra iránti nyitottsággal is tudjuk megélni. Vaj, ha így lenne ez mindannyiunknál. De a második, amit hangsúlyoz az egykori igehirdetés, a hazának jobb volta is szükségessé teszi a templomokat. Hadd idézzek ebből az 1802-es prédikációból, ahogyan a telki templomot felszentelték. A templomokban az isteni tisztelet alkalmatosságával egymáshoz közelítenek, egymáshoz szelédülnek, egymáshoz törődnek a közösségre vágyó emberek. A polgári rendek és sorsok itt egyesülnek, itt fognak kezet egymással. Midőn a nagyok és kicsinyek, a gazdagok és a szegények, urak és szolgák, mint megannyi testvérek összeelegyednek. A különböző jegyek, amelyek itt kinn oly irigykedést szereznek, itt elveszítik tündöklő fényüket. A közös imádság eszekbe juttatja közös erőtlenségüket, hogy egymáson szánakodjanak, az együtt való énekzengés lánguló buzgósággal eltölti lelköket, és a közboldogság előbozdítására. Mivel válik egy templom egy nagyobb közösség javára, mit tehet, ezt már én kérdezem, a közjó érdekében, mivel segítheti a hazát, az országot, a nemzetet? Nos, azzal, amit akkor megfogalmazott az igehirdető, hogy az emberek egymáshoz szelédüljenek, mert az emberek vadak. A templomon kívül talán még inkább meg tudnak vadulni, talán még inkább indulatokat korbácsolnak majd ő közöttük, ember és ember, közösség és közösség között. Ezért fontos, hogy mi a templomban segítsük az embereket, hogy ők megszelédüljenek. Aztán, ahogyan mondta az igehirdető, a különböző társadalmi csoportok, a világról eltérő módon gondolkodó emberek kezet fogjanak egymással, és tűnjenek el a vagyoni különbségek, hadd mondjam így, jómódú vállalkozók és munkanélküliek egyaránt megtalálhatják a helyüket és a feladatukat ebben a közösségben. Olyan valaki, aki megteheti, hogy vagyonának, jövedelmének a tizedét felajánlja az egyháznak, és olyan valaki, aki az özvegyasszony két filléreként mindent odaad, és nem sajnálja ezt. És boldogan énekelhetnek együtt, de ugyan az igehirdetésben mondta elődöm, látják a másik erőtlenségét, egyik segíti a másikat. Hadd folytassam stílusosan, az ő stílusában. Vaj, ha megvalósulna mindez, az mai Magyarországban. A Magyarországi Evangélikus Egyház ennek szellemében kíván jelen lenni, teológiailag átgondolt módon, társadalmi jelenléttel, a szolgálatával a világban, az országban, hitoktatással, tanítással, kulturális szolgálattal, nemzetközi kapcsolatrendszerrel, adbavetésével, de mindenek előtt Jézus küldőszavával, menjetek el, és mondjátok házról házra, békesség néktek. A békétlenségre hajló országban, békétlenségre hajló emberek között ezt kell hirdetnünk, békesség néktek. És hirdetnünk kell az evangéliumot Isten országáról, és gyógyítanunk kell a betegeket, vagyis azt a diakóniai szolgálatot kell végeznünk, amely ugyancsak elválaszthatatlanul hozzátartozik egyházunk életéhez. És azzal zárom, amivel kezdtem, hogy hazánkban talán egyedülálló módon az üldözött keresztjéneknek kíván ez a templom emléket állítani. Kezdve az első keresztény vértanúval Istvánnal, mindazokon keresztül, akiknek szakállát tépték, akiket gladiátor viadalokon oroszlánok és medvék elé vetettek, akiket mágián ítéltek el, akiket ítélet nélkül hurcoltak koncentrációs táborba vagy a gulágra, akiket gázkamrába löktek és deportáltak, akiket apácaként megerőszakoltak, akiket diakonisszaként megaláztak, akiket elektrosokkal kezeltek, akiket vallási fanatikusok meggyilkoltak. Legutóbb az a francia szerzetes pap, aki az általa befogadott ruandai menekült áldozata lett, joggal nevezik őt a Caritas vértanújának. És valóban a mártírok ökumenéjéről kell vallanunk. Tudatosan
minden felekezetből szinte választottunk mártírokat. Az evangélikus Csaba Gyula, péteri lelkész, akinek néhány hónappal ezelőtt állíthattunk egyáltalán először emléktáblát, mert nem mertek róla az ő 1945-ös brutális meggyilkotásáról beszélni, és most az ő neve is itt szerepel, hogy az 1947-ben meggyilkolt kárpátaljai Romzsa Tódor neve, vagy az 1953-ban börtönben elpusztított Pógyor István, református testvérünk, a KIE titkárának a neve, vagy természetesen Brenner János lelkész neve, akit 1957-ben végeztek ki, és lehetne még, gyilkoltak meg, és lehetne folytatni. A Kárpát-medencéből, Erdélyből, Járosi Andor. Laci, a te számodra különösen is fontos Járosi Andor emléke. Hadd lépjek ki most a ige hirdetői idézőjelben szerepből, és hadd mondjam azt, hogy az az építész, aki évtizedek óta úgy megy el bármelyik gyülekezet alkalmára felügyelőként, vagy tiszteletbeli felügyelőként, hogy a zsebéből előhoz egy kicsi bibliát, és azt mondja, hogy ezt a kicsi bibliát én először, mikor hallottam, azt mondta, hogy 60 éve, aztán 65 éve, aztán 75 éve, most nem tudom, hol tartunk, 70 valahány éve kaptam a születésemkor Járosi Andortól, édesapám kedves kolozsvári professzorától, amikor ott volt vendégdiák, és Járosi Andor beírta, hogy Benszúr Lacikának testvéri szeretettel és áldás kívánással. És ezt követően néhány évvel Járosi Andort elhurcolták Kolozsvárról, még istentiszteletet tudott tartani Magnyitogorszkban, de ott aztán elpusztították. Igen, őrizni kell ezeket a személyes történeteket, és egy-egy ilyen személyes történeten keresztül hitelesen tudjuk elmondani, hogy mit jelent a mártírium közeliek vagy távoliak részére. Vannak kevésbé ismert és vannak nagyon ismert vértanúk, utóbbiak közé tartozik Dietrich Bonhoeffer, vagy az előbbiek közé az etióp egyház, és azért emelem őket ki, mert ők a világ legnagyobb evangélikus egyháza, egykori főtitkára, Gudine Tumso, akit 1979-ben gyilkoltak meg. Vagy Afrikából a kopt vértanúk, vagy Ázsiából a közel-keleti mártírok, vagy a Sri Lankai támadás néhány évvel ezelőtti tömeges áldozatai, vagy akit ugyancsak kevesen ismernek a protestáns egyházainkon kívül, Molnár Mária diakonissa, aki nagy áldással kísért munkája nyomán egyebek között a Pápuák földjén is térített, japán hadihajóról lőttek a tengerbe a II. Világháború idején. Vagy lehetne még sorolni, Latin Amerikából csak két példát hozok, Elizabeth Kézeman. Teológusok körében Ernst Kézeman, teológus professzor neve jól cseng. Nos, az ő leányáról van szó, aki kiment Argentínába, hogy az ottani félfasiszta, szélső jobboldali katonai hunta idején hirdesse az evangéliumot és segítse az elnyomottakat, a szegényeket, és őt 30 éves korában gyilkoltak meg Argentínában. De ugyanígy Romero érsek, aki viszont katolikus körökön túl máshol is ismert, akit mise közben lőttek agyon Salvadorban. A mártírok vére az egyház magvetése. Talán Tertullianus mondta először ezt a mondatot, de azóta is így van nemzedékről nemzedékre. Őrizzük a mártírok emlékét, de legfőképpen fáradozzunk azon, hogy egyházunknak ne csak ígéretes jelene legyen, amikor új templomokat tudunk szentelni, amikor új közösségeket tudunk szervezni, hanem egyházunknak legyen reményteljes jövője is. Ezért fogjunk össze, szeretett testvéreim. Ezért nehéz időszakban különösen is érjen össze a válunk, érjen össze a szívünk, és tegyünk meg mindent felekezeti hovatartozástól függetlenül annak érdekében, hogy Isten igéjét minél többen megismerjék itt Budakeszin is, és szerte az országban és a világban. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most az igére válaszolva, helyünkről fölállva, magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent,
az apostoli hitvallás elmondásával valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Thank you.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, hálát adunk, hogy megerősített hitünket, megvigasztalott szívünket, és minden képzeletet meghaladó módon teljesített kéréseinket. Jöjj, Szent Lélek Isten, töltsd be erőddel, és újíts meg minket, amikor ebben az új hajlékban hálát adunk. Jöjj, életnek lelke, támasz fel minket a lelki halálból. Jöjj, Szent Lélek, töltsd be minnyájunkat. Kérünk téged. Urunk, hallgass meg minket. Jöjj, Szent Lélek Isten, szentelj meg, és tégy lelki emberekké minket, hogy az evangélium igazságát ne testi módon, hanem lélek szerint ítéljük meg. Jöjj, Szent Lélek, töltsd be minnyájunkat. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Jöjj, Szent Lélek Isten, add, hogy az Úrházába mindenkor örvendezve lépjünk. Derítsd fel értelmünket, vidámítsd meg szívünket, és töltsd be újra meg újra az üdvösség örömével. Jöjj, Szent Lélek, töltsd be minnyájunkat, kérünk téged. Urunk, hallgass meg minket. Jöjj, Szent Lélek Isten, teremts köztünk egyetértést, és erősítsd meg a szeretet kötelékét, hogy Istennek tetsző legyen a hitvallásunk és minden imádság, mely ebben a házban elhangzik. Jöjj, Szent Lélek, töltsd be minnyájunkat. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Jöjj, Szent Lélek Isten, részesíts minket a kereszt titkában és a föltámadás erejében, valahányszor a kenyérben és a borban Krisztus testével és vérével egyesülünk. Jöjj, Szent Lélek, töltsd be mindnyájunkat. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, árasz ki lelkedet, hogy készé tegyen az engedelmességre, megtartson a hűségben, és bátorságot adjon hitünk megvallására. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel Isten él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Testvéreim, valljuk meg bűneinket, hogy a bűnbocsánat örömével állhassunk az Úr elé. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbünteti az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűnödet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsátta megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen néktek, a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk együtt Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Bízatok testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, az ő vére megtisztít minket minden bűnből. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bűneitekből az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével. Amen. Oh, yeah.
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét. Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által, aki a keresztfán maga lett értünk templom, oltár és áldozat, hogy feltámadása erejével élő lelki kövekké legyünk, ezért az angyalokkal és az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnöst, szeretett fiad élete árán. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért áldunk és kérünk, hogy amikor most Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedünk, küldd el szent lelkedet, hogy Krisztus teste legyen kenyerünké ebben a kenyérben, és vére legyen italunká ebben a borban. Minket is szentelj meg, hogy ajándékod testvéri közösségében üdvösségünket éljük át. Ami Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután megvacsorázott, kezébe vette a kelyhet is. Hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, míg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett fiad értünk viselt szenvedéséről és haláláról, áraszt ki szent lelkedet mindnyájunkra, hogy megváltunk keresztjének titkát ünnepelve, feltámadásának erejében részesüljünk. Emlékezz meg egyházadról, amelyet Krisztus vérén váltottál meg. Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét. Emlékezz meg püspökeinkről, pásztorainkról, előjáróinkról, és mindazokról, akik egyházadban szolgálnak. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik Krisztus békességében távoztak ebből az életből, és minden elhunytról, akinek hitét egyedül Te ismered. Őrizd meg bennünket a szentek közösségében. Imádunk és dicsőítünk Téged Krisztus által, mert ő általa, ő vele, és ő benne tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, most és mind örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Ezt a krisztusi békét osszuk meg egymással, a környezetben ülőkkel vagy állókkal, feléjük fordulva, adott esetben kézfogással, vagy ha óvatosabbak vagyunk, egy barátságos tekintettel, és mondjuk ezt, az Úr békéje legyen veled. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához, ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr.
Menjetek el békességgel, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál igédben, és Krisztus Urunk testének, vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok szeretetéről. Megízleltétek a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget megbocsátással és áldozatos szeretettel. Vegyétek végül az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát, az ő Krisztusát te feléd, és adjon neked békességet. Meg van írva, az én házamat imádság házának nevezik. Bizony mondom néktek mindazt, amit imádságban kértek, megkapjátok. Az Úristen meghallgatta imádságunkat, és az ő kegyelméből megépült a templom. A templom amlat gondolata még 2005-ben fogalmazódott meg, amikor dr. Szevik Imre püspök úrral együtt kaptunk biztatást az akkori polgármestertől kápolna építésére. Mint az önállósodás útját választó Budahegyvidéki Egyházközség leánygyülekezete 2009-ben egy kis lakásból gyülekezeti termet alakítottunk ki. 2015 óta állandó egyházközség vagyunk, beiktatott lelkészünkkel és megválasztott presbitériummal.
a végleges területre 2017-ben dr. Fabinyi Tamás püspök úrral és lelkészasszonnyal tett látogatásunk alkalmával kaptunk javaslatot dr. Győri Otillia polgármesterasszonytól, és még abban az évben örökös használatra megvásároltuk az 1500 négyzetméter alapterületű Máriki László utcában és a temető mellett levő telket. 2017. november 29-én este körberaktuk mécsesekkel a templom kontúrvonalát, és hűvös, szeles időben elhelyeztük az alapkövet dr. Fabinyi Tamás elnökpüspök szolgálatával. 2018 elején a költségvetés beárazása után szembesültünk azzal, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi keret az építőipari árak rohamos növekedése miatt nem elegendő a megvalósításra. Ezért kénytelenek voltunk módosítani a terveket, és 2019-ben annak ellenére, hogy további 5 millió forint állami kiegészítést kaptunk, és a gyülekezet is gyűjtést indított, a kivitelezőkkel folytatott verseny magasabb ajánlati árakkal szerepelt, ezért érvénytelennek kellett kinyilvánítanunk. Presbitérium döntése alapján elhatároztuk, hogy a templomot és mellette egy pár négyzetméteren egy kiszolgáló helységet fogunk építeni, annak ellenére, hogy többre nem futja. A feltkért kivitelezők közül legkedvezőbb ajánlatot adó Kangyal Bálint vezette Vanbau Kft-vel fix áron bruttó 242 millió forintra állapodtunk meg, és az Országos Iroda Fejlesztési Irodája közreműködésével leszerződött, és november 29-én, két évvel a alapkőletétel után a gyülekezet jelenlétében ének és hálaadó imádság mellett megtörtént az első kapavágás. Karácsonyig elkészült a templom és a Csunka gyülekezeti ház alapozása, amikor a kormánytól újabb 80 millió forintot kaptunk. Ezzel a szerződés 322 millió forintra módosult, és 2020. februárjában elkezdődhetett a teljes templom együttes megépítése. 2020. november 23-án használatba tudtuk venni a templomot, de ezzel nem ért végig sajnos a tevékenységünk. További gyűjtésre kényszerülünk, mert levegőhőszivattyús rendszerrel fűtjük és hűtjük a templomunkat, de ehhez az elektromos áram termeléséhez, napelemek beruházására van szükség, erre most folytatjuk a gyűjtésünket. A kertészeti munkák kifizetésére is sor kell, hogy kerüljön, és az Országos Egyháztól felvett kölcsönt is vissza kell fizessük. A templomépítés egy éve örömünnep volt. Még abban az időben is, amikor a pandémia helyzet megnehezítette az életünket. A folyamatosan emelkedő falak között a szabadék alatt tarthattuk az Isten tiszteleteinket. A templomfalra felakasztott kereszt mindenkit figyelmeztetett az épület küldetésére. Nagy szeretettel emlékszünk Kangyal Bálint ifjú barátunkra és a Nagyelemér vezette építők fiatal csapatára, az acélszerkezetet építő arkóművekre, az asztalos munkákat, a templomtér belső berendezéseit és a falpurkolatokat készítő Varga Krisztiánra és kollégáira, Gombos Miklós harangöztő mesterre, Paulus Fides orgonaépítő mesterre és a többi vállalkozóra. Személy szerint, de a gyülekezet nevében is köszönettel tartozom építész munkatársamnak, Budaházi Eszternek, a szakági tervezőknek, Bence Zoltánnak, Lukács Lászlónak, Sápi Jánosnak a közösen végzett munkáért. Antal Ágnesnek a műszaki felügyeletért, családomnak a megértő türelemért, gyülekezetnek a bizalomért, püspökömnek, dr. Fabinyi Tamásnak a mindennapi odafigyelésért, nem utolsó sorban lelkészemnek, Lakner-né Puskás Sárának a lelki épülésünkért. A megépült templom közös erőfeszítésünk eredménye. Mindezek és mindenek felett a dicsőség egyedül Istené. Építészeti szándékainkról szeretnék röviden beszélni.
De vajon lakhat-e Isten a földön együtt az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egek egei sem fogadhatnak be magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem. És hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor a te szolgád a színed előtt imádkozik. Nézz nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgass meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik. A második Krónikák könyvéből való. Nem szándékoztunk különleges, bonyolult teret létrehozni, ezért egyszerű csarnoktemplomot terveztünk. Nem kívántunk más, csak erősíteni a közösség egymással és Istennel való találkozásának a megélését. A templom megvalósulásával megtapasztalhattuk Isten szeretetét, és erre utaltunk a templomot védő, karakteresen túlnyúló tetővel, a gyarló emberi közösségünket védelmező gondviselőre. Emlékezve, a templomtér legfontosabb része az oltártér, amelynek három kiemelt helye van, a szószék, amelyhez templom geometriai tengelyétől eltérő irányba mutató felülvilágító sáv vezet, ahonnan a beáradó fény a félkörívben elhelyezett oszlopocskákon érkezik az igehirdetés helyére. A szószékkel összeépített oltár középpontja az oltári szentségek és az áldásadás helye, ami a templomtér geometriai tengelyének vonalába került, a tengely védpontján a keresztel. A keresztelés helyett a keresztelő medence és felette a tetőben kivágott bevilágító nyílás jelöli ki. A templomteret nem kívántuk megbontani, ezért nem bejárat fölé, hanem az oltártér emelt szintjével azonos magasságban oldalra helyeztük a karzatot helyettesítő kórus helyét, és ide terveztük az orgonát is. A templom minden berendezése, de a falburkolatok is azonos anyagból rétegelt lemezből készültek. Gyülekezetünk, mint a világ kereszténységének része, együttérzéssel és imádsággal tekint az üldözött keresztényekre, és megemlékezik a 20.-21. század mártírjairól. Ezt jelzi a 72 név, amit a tető alatt felállított 6 pillérbe írtunk. A mártírokról és az orgonáról Lakterpár püspök urat kérem, hogy számoljon be. Köszönöm szépen, Erősváron Istenünk! Ünneplő gyülekezet, a templom koncepciója már megvolt, amikor Tamás püspök felvetette a modernkori mártírok emlékének őrzését, és ugye a puritán felületeket nem szerettük volna képekkel, bármivel díszíteni, ezért viszonylag alapos vitát követve a hatoszlop adta magát, mint fölirat lehetőség. Pillanatig gondolkodtunk a 48-on a magyar tradícióknak megfelelően, de aztán engedtünk a 48-ból és a biblikus tradíció alapján a 72-t választottuk, ami a igehirdetés alapigéje volt, annak a legvége, hogy annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennybe, hanem is a mennybe mutató oszlopokon. A válogatásban két szempont volt, hogy lehetőleg minél több ország és minél több keresztjén közösség sorsát bemutassuk. Előzőre lehet pontos választ adni, utóbbira nagyon nehéz, hiszen van egy-két olyan esemény felírva, mondjuk a Garisszai Egyetem mártírjai, ahol nem tudjuk pontosan, hogy az áldozatok közül ki éppen melyik felekezetnek a részese volt. Egészen korán, már 10 órakor, 5 órával a kezdés előtt megjött a nyomdából a könyv, ami nem füzet, hanem azért azt gondolom, hogy elég jó könyv, ami nagyon sok képpel bemutatja mind a 72 név, a mögötte lévő történetet, hogy miért is választottuk őket. Még egy gyakran idézett reklámmondatot kell idéznem, az anyag a nyugalom megzavarására alkalmas, nem esti lektőr, tehát amikor én ezt írtam, volt, hogy hetekig nem bírtam aludni a benne lévő drámáktól és tragédiáktól, tehát aki olvassa, az gondolja arra, hogy este 10 után már nem biztos, hogy ezt kell olvasni, és
A könyvhöz nagyon sok segítséget kaptunk a gyülekezet tagjaitól, különösen is a fotók előállításában. Némelyiküknél most is fényképezőgép van, mint Kemmler Andrásnál, virágék is fényképeznek, az ő képeik is benne vannak, Bencz úr Emese képei is, és természetesen a megjelenéshez köszönjük a Hungary Helps-nek a támogatását. Az orgonáról két mondatot szeretnék csupán mondani. Az egyik, hogy általában, amikor templomot építünk, a harang az valami miatt fontos a gyülekezetnek, hogy legyen, aztán az orgonára elfogy a lelkesedés. Ennek akartam egy picit ellenvezérelni, amikor egy német használt orgona oldalon megjelent ez a hangszer. 2017 a reformáció 500-ban Speyerből, a protestáció városából, azt gondoltam, hogy ennek van némi üzenetértéke. Egyébként az ökumené jegyében bontottuk, hiszen három evangélikus, egy református és egy katolikus szedte szét az orgonát. Az orgona már tegnap estére elkészült, tehát a könyvhöz képest nagyon korán, ahol a Paulus orgonaépítő műhely szakemberei tényleg így nappal téve dolgoztak, és Finta Gergely szakértőnek is köszönjük az ebben való munkáját. Azt gondolom, hogy ez a hangszer is a luteri tradíciók és a bakki tradíciók megéléséhez fog minket segíteni. Főtiszteletű püspök úr, tisztelt lelkész asszonyok és urak, egyházi vezetők, tisztelt államtitkár úr, világi vezetők, ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Nagyon felemelő ennek a ünnepi alkalomnak részévé lenni. Már felemelő érzés volt megkapni a meghívót is, amelyik nem csak az anyagi hozzájárulásért mondott köszönetet, hanem az imákért és a testvéri szóért is. Nagyon illő az, hogyha önök úgy döntöttek, hogy a templomunkat az üldözött keresztény vértanúknak szentelik, akkor én átadom az üldözött keresztény vértanúk hitvalló tanúság tételét. Püspök úr a beszédében azt kérte, hogy kiléphessen az ige hirdető szerepéből. Én most azt kérem, hogy kiléphessek a politikus szónok szerepéből, és egy személyes élményt hozzak meg önökkel. Egy olyan személyes élményt, ami emlékként el fog engem kísérni egész életemben. Ez az emlék, ez Egyiptomba visz. A pályafutásom egyik nagy tanulása az volt, amikor olyan kopt keresztény hozzátartozókkal találkoztam, olyan családtagokkal, akiknek más családtagjait az iszlám állam gyilkosai végeztek ki néhány héttel a látogatásom előtt. És itt a tanúság tételnek különböző erejű és formájú megnyilatkozásait tapasztaltam, de az egyik legmegdöbbentőbb az volt, amelyik egy kisiskolás forma kislánytól jött. Ő elveszítette az édesapját és a nagybátyját, az ő édesapját és nagybátyát meggyilkolták. És azt mondta, hogy az ő édesapjáért, apukájáért nem kell sírni. Azt mondta, hogy az ő édesapjával és nagybátyával minden rendben van, ők már jó helyen vannak Jézus Krisztus mellett. És úgy folytatta, hogy akiket gyászolni kell, és akikért sírni kell, azok az ő apukájának a gyilkosai, értük kell imádkozni. Most az, hogy egy ilyen kinyilatkoztatás érkezik egy olyan kislánytól, aki egykorú az én kislányommal is, az talán az itt gyülekezőkben a más-más érzés és gondolatot vált ki, mert más-más tapasztalatokkal érkezünk. Bennem azt a gondolatot, azt az érzést váltja ki, erősíti, hogy az üldözött keresztény testvérekhez nem fordulhatunk elég alázattal, nem fordulhatunk elég odafigyeléssel, odafordulással. És a Hungary Helps program, a Segítő Magyarország program vezetőjeként pedig arra figyelmeztet, hogy a mi segítségnyújtásunk, amire büszkék lehetünk, mert Magyarország volt az első ország, amelyik állami szinten fordult az üldözött keresztényekhez, de ez a segítségnyújtás nem lehet egy leereszkedő segítségnyújtás. Látszólag sok mindenben erősebbek vagyunk, mint az üldözött keresztény testvéreink. De csak látszólag, hiszen tanulni mi tudunk tőlük, erőt mi tudunk az ő hitükből meríteni. A mi programunkra mi magyarok büszkék lehetünk, mert az elmúlt négy évben több mint 4 millió
üldözött keresztény testvérünk számára tettük lehetővé a szülőföldön maradást több mint 40 országban. Sőt, bizonyos esetekben életmentő segítséget nyújtottunk. És arra én nagyon büszke vagyok, hogy ez nem csupán egy politikai program, nem csupán egy kormányzati program, hanem jó szándékú magyar hívő és nem hívő emberek sokasságának a támogatását élvezik. És így szeretném megköszönni a Magyarországi Evangélikus Egyháznak és az evangélikus híveknek is, hogy ezt a missziót, ezt a szolgálatot közösen valljuk, nem csak valljuk, hanem cselekvően tesszük azt. Püspök úr, lelkész asszonyok és urak, hölgyeim és uraim, a magyar kormány nevében is köszönöm, hogy a templomukat az üldözött keresztényeknek szentelik, és miniszterelnök úr jó kívánságait is tolmácsolva kérem a Jóisten áldását erre a közösségre. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt püspök urak, tisztelettel köszöntöm lelkészasszonyt, országos felügyelő urat, tisztelettel köszöntöm polgármester asszonyt és alpolgármester urat, természetesen államtitkár urat, képviselő urat, és az egész ünneplő gyülekezetet. Pál apostol ma, ha itt lenne közöttünk, legalábbis Észak-Európában, akkor ellene újra pert indítanának. Pál apostol, hogyha ugyanazt merné mondani, mint amit kell és kellett mondani annak idején, 2000 évvel ezelőtt, akkor 6 év börtönnel fenyegetnék Finnországban. Miért mondom mindezt? Egy finn volt kereszténydemokrata képviselő, amikor tiltakozott egyháza, és itt nem megbántva evangélikus testvéreket, egy olyan cselekedet ellen, mely kapcsolódott a mostani politikai korrekt környezethez, az ügyész 6 év börtönnel fenyegette meg azért, mert a Facebookjára egy Pál apostol idézetet tett. Svédországban néhány nappal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt az ottani egyház, evangélikus egyház azt a javaslatot tette, hogy az atya ma már nem korrekt, politikai korrekt kifejezés, ezért ne használják. Helyette az Istent használják. Teológiailag is érdekes, csak zárójelben mondom. De hogy azért a katolikus egyházat is említsem, Németországban pedig ezt úgy gondolják, hogy atya és anyát kell mondani, mert ez politikai kornak korrekt, és jó néhány püspökség már így próbálja a hívekkel még a mi atyánkot is mondani. Tisztelt ünnepi gyülekezet, a vértanúknak a vére, a vértanúknak az áldozata, ez a templom is, akkor lel értelmet, hogyha minimum, legalább mi keresztény emberek a fehér vértanúságot vállaljuk. Ha körülnézünk a világban, körülnézünk Nyugat-Európában és Észak-Európában, a kereszténység azért veszt támogatottságából, azért szűnnek meg gyülekezetek, azért kerül át ide egy ősi székes egyháznak az orgonája, mert a politikailag korrekt világba meghajol. Nem merik kimondani Jézus Krisztusnak a tanítását. Nem merik kimondani Pál apostolnak és általában a Szentírás üzenetének a lényegét, hanem meg akar hajolni olyan igények előtt, amelyek sehová se vezetnek. És én ezt kérem, hogy amikor ezt a gyönyörű templomot, amit valóban fantasztikus módon megterveztek, és akik erre jártak, hétről hintről, hónapról hónapra láthatták, jó magam is, akik megépítettek, hogy erre emlékeztessen mindenkit. Mert hiába mondjuk azt, hogy 72 olyan emberre emlékezünk, hogyha másik oldalról, még egyszer mondom, a fehér vértanúságot, azaz azt, hogy a keresztényeket folyamatosan támadják, gyalázzák, a keresztényeket adott esetben középkori valakiknek próbálják titulálni, és mi ennek ellenére nem vállaljuk Krisztusi tanítást.
Ez a mi feladatunk és küldetésünk. És én hiszem azt, hogy ez a sok-sok közös munka, amit akár a Magyarországi Evangélikus Egyházzal is, és persze a többi felekezetekkel együtt is, szerte a Kárpát-medencében tettünk, az a közel 150 új templom, amit az elmúlt években építettünk közösen, az meghozza a gyümölcsét. De tele, akkor lesznek hasonló módon ezek a templomok, hogyha fölvállaljuk az igazunkat. Arra nem kíváncsiak a fiatalok, amit amúgy is sokkal izgalmasabban, sokkal érdekesebben, adott esetben még olyant is megmozgatva bennük, aminek nem örülünk, úgy is föltállalja nekik a média. Ilyenre nem kíváncsiak. Ők az igazságra, és azra kíváncsiak, hogy hogy találják meg ebbe a hihetetlen nehéz világba, hallatlanul nehéz világba az igazi és egyetlen utat. Ezt más nem tudja továbbadni, mint püspök urak, nem tudja más továbbadni, mint lelkész, asszonyok és urak, más felekezeteknek lelkészei és papjai. És természetesen mindenki, aki egy-egy egyházban van. Személy szerint felelősek vagyunk ezért, és én azt tudom mondani, a magyar kormány részéről is azért adtuk ezt a 330 millió forintnyi támogatást, hogy jó helyre kerüljön. Építészetileg, üzenetében, a mai ünnepség szépségében már ezt bizonyítottuk. Én azt kérem mindenkitől, hogy bizonyítsuk, bármely felekezethez tartozunk, evangélikusként, reformátusként, katolikusként, vagy bármilyen keresztény felekezethez tartozóként, krisztusi utat nem csak követve, a mártíroknak vértanúk útját nem csak követve, hanem azt adott esetben vállalva is adjuk tovább jövő nemzedéknek a kereszténységet, és akkor van egy jó hírem, püspök úr, 200 év múlva ki fogják adni a templom szentelésnek a beszédét is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, szeretett budakesziek! Isten az igaz ügyet nem hagyja el. Ez Rákóczi Ferenc fejedelmünknek a zászlaját díszítette, ez egy vezérlő jelmondat. A vezérlő fejedelmünk 8 éven át küzdött minden nehézség közepette a magyar szabadságért, feláldozva érte házat, hazát, vagyont, de megnyerve ezzel az öröklétet. Tisztelettel köszöntöm Önöket ebben a gyönyörű templomban, ami Budakeszit is ékesíti. Isten házában, amelyért a budakeszi evangelikus gyülekezet sem sajnálta se a fáradtságot, se a küzdelmet, se az áldozatot. 4 év telt el azóta, hogy lerakták a templomnak az alapkövét. 4 hosszú esztendő fáradtságos munkájának az eredménye, hogy most itt ülhetünk-e falak között. A templom talán nem az örökké valóságnak épült, de bízunk benne, hogy évszázadokig fog állni. A templom falai között hirdetett keresztény értékek azonban örökké valók, és társadalmunk legfontosabb alapkövei. Nyugat-Európából döbbenten halljuk az olyan híreket, hogy kiürült templomokat lebontanak, vagy más funkcióra használnak. Még jó, ha galériát vagy koncerttermet csinálnak belőlük. A világméretű gazdasági gyarmatosítás Magyarországot is elérte és érinti. Ezért van különösen nagy jelentősége annak, hogy hazánk bevezette a hit és erkölcs tanoktatást. Ezáltal 1000 éves keresztény értékeinket adhatjuk át gyermekeinknek. Ennek is köszönhetjük, hogy Magyarországon nem kell lebontani a templomainkat, hanem újak épülnek, helyet adva a gyarapodó gyülekezeteknek. Hiszen az egyház és az iskola az egészséges társadalom fundamentumai. Közösségmegtartó és közösségépítő intézmények, amelyekre minden egészséges társadalom támaszkodik. Ez az új evangélikus templom Budakeszi egyik új égköve, a nyugati városkapu meghatározó eleme. A budakeszi Benczúr László építész tervei alapján megvalósuló épületet idén a budakeszi építészeti értékeiért díjjal tüntette ki Budakeszi város önkormányzata. Kívánom,
hogy az evangélikus gyülekezet tagjai töltsék meg ezt a gyönyörű templomot, és adják át őseink hitét és értékrendjét az új nemzedékeknek. Ebben a munkában nem maradnak egyedül, hiszen ahogy Rákóczi zászlaja hirdeti, Isten az igaz ügyet nem hagyja el. Leegyszerűsítve a köszöntéseket, Krisztusban kedves testvérek, ez a sok szép gondolat után zavarba ejtő még valamit mondani. Jó együtt lenni. Jó érezni, hogy hasonló gondolkodású emberek, azonos hitű emberek együtt vannak. Ez nem csak egy sima érzés, hangulat, hanem az én hitemet is megerősíti. És ezekre az együttlétekre, ezekre az ünnepekre mindnyájunknak szüksége van. Az ünnepeknek van egy kis árnyoldala is. Egyszer végük van. Önök is haza fognak menni. Mi pedig itt maradunk. Úgyhogy, igen, vár a hétköznapi munka. Vár a híveknek a szolgálata. Elvárják tőlünk a betegek, hogy vigasztaljuk őket, erőt öntsünk beléjük. Várnak a gimnáziumba a gyerekek, meg az iskolába, és nem csak Budakeszin, hanem a környékben. Hétköznapi munkák a mi számunkra. És sokszor bizony meg kell élnünk a sikertelenség élményét, ami lehangoló, ami fáj. Ilyenkor kell, hogy eszünkbe jusson az ünnepeknek a derűje, boldogsága, önfelett öröme, és az az erő, amit a Jóisten kegyelme ad nekünk. Szép, hogy ez a templomot a mártírok tiszteletére szentelték föl. Úgy sokszor megfeledkezünk róluk. Az egyház nagyon hálás volt, legalábbis én csak a katolikus egyháznak a működését ismerem ebből a szempontból. Minden szentnek a tiszteletét megelőzte a mártírok tisztelete. Szűz Mária tiszteletét is megelőzte a mártírok tisztelete. Igen, nekünk nem szabad elfeledkeznünk róla. És az államtitkár úr kimondta a szót, ami nekem az egyik kedvenc témám, a fehér vértanúság. Mert van vörös, nyisz, és van fehér. Gondoljanak bele, hogy valaki évek óta ágyban fekszik, és csak a plafont nézi. Ennek tényleg megváltás lenne a halál. Ez tényleg mártírság. Nekünk föl kell vállalni a sikertelenséget, a meg nem értés, sőt a gúnynak a mártírságát is. Kilencven százalékban keresztények a magyarok, mondja a statisztika. De törpe kisebbségbe vagyunk. Törpe kisebbségbe. Ez igazán mártírium a mi számunkra. Sokszor látjuk, hogy égbe kiáltó szó, amit mondunk. Ne fáradjatok bele. Jó kedvel, Pali, továbbra is jó kedvel.
és megfelelő biztonságérzéssel, az Istenben bízva képviseljétek a krisztusi tanítást. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ünneplő gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Valóban most úgy, mint hegyvidéki gyülekezeti lelkész szeretnék szólni, mert hogyha van olyan gyülekezet itt a környéken, vagy itt a Budai Egyházmegyében, ahol tudják, hogy most mit él át a gyülekezet, hogy mekkora öröm és hála van a budakesziek szívében, az a budahegyvidéki. Amikor a budahegyvidéki templom elkészült, én még a teológián, a lelkészi szolgálatra készültem, de a mai napig bennem élnek azok a beszámolók, amelyek ennek a hősi korszaknak az eseményeit idézték fel, azokat a küzdelmeket, amelyek hasonlóak voltak annak idején Budahegyvidéken is, amikor nagyon távol és szinte reménytelen volt, hogy ott felépülhet a templom, de azután tényleg az Istennek hálát adva csodaként megélték mindig a felülről jövő segítséget, és elérkezhetett az a pillanat, amikor birtokba vette a gyülekezet ezt a hajlékot. A mai napig és 20 év távlatáról beszélek, meghatározza a budahegyvidéki gyülekezetet ez az öröm, az a hálaadás, hogy méltó helyen folytathatja a közösség az életét, és hogy ennek a csodának a részese lehet, hogy megkapta onnan felülről ezt a nagy ajándékot. Hálás vagyok azért, hogy most itt lehetek, és amiről 2001-ben lemaradtam, azt egy kicsit itt pótolhatom Budakeszin, és lélekben veletek örülhetek, és adhatok hálát, és tényleg sok-sok áldást kívánok Sára, Pali felügyelő úr életére, hogy ebben a nehéz időszakban, ezekben a nehéz években ilyen áldozatosan itt voltak, jelen voltak, és kitartottak emellett a terv mellett, és a gyülekezet számára is sok áldást kívánok. Én biztos vagyok benne, hogy ennek az öröme, ennek az ereje, ennek a közösségnek az életét is meg fogja határozni, és akár hányszor csak itt vannak ebben a templomban, hálát adnak, és ennek minden örömével tudják betölteni a küldetésüket. Kívánom azt, hogy az a keresztelőkút, amely összekapcsol sok minden máson túl bennünket, mert nagyon emlékeztet a hegyvidékire, az legyen sokszor használva, és növekedjen a gyülekezet, és Isten gazdag áldása legyen minden ide tartozó életét. Köszönöm szépen! Kedves ünneplő gyülekezet! Most, hogy szinte a negyedénél vagyunk, csak a köszöntőknek gondolom, és még keveset beszélgettünk. Én elsősorban szeretnék azokhoz szólni, akinek a jelentős része kintül. Ugyanis mi, akik vendégként, valamilyen mértékben mégiscsak vendégként itt vagyunk, és nagyon nagy szeretettel és hozzáértéssel előkészítve fogadtak minket, nagy öröm nekünk, hogy itt vagyunk, de hát ez elsősorban az önök, a ti ünnepetek, a budakeszi gyülekezeté. És egyrészt köszönjük, hogy átadtátok benne a helyet, másrésztről pedig azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, a köszöntőink és a köszönetmondásaink mellett elsősorban örülni szeretnék veletek, önökkel együtt. Azért is szeretném ezt hangsúlyozni, mert az az üzenet, amit én az egyházkerület, az egyházvezetés oldaláról közvetíteni szeretnék, annak az első és legfontosabb pontja pont erről szól. Arról szól, hogy miközben elszenvedjük azt a sok-sok, amiről Lébános úr is beszélt, a nehéz hétköznapokat, a kiürülő templomokat, a demográfiai visszaszorulásunkat. Lám mégiscsak ez a gyülekezet mutatja, hogy nem vagyunk a meghátrálás népe. És ez csak megköszönni lehet ennek a gyülekezetnek. Hogy ennek az átélését, ennek a hitét erősíti bennünk. A másik pont, amire szeretnék én utalni, és ez különösképpen az üldözött keresztényekre való emlékezés, illetve az ő megjelenésüket illeti. Sok nagyon fontos szó hangzott itt el erről. Én amire szeretnék ezügyben ráerősíteni az, hogy az ő mártír mi voltuk, az ő mártír sorsuk, az amellett, hogy példa, amellett, hogy megrendít minket, amikor feldolgozta Pali az életüket, halálukat, szenvedésüket, és amikor olvasni fogjuk, minket is megrendít, emellett kifejez egy nagyon fontos dolgot. Nevezetesen felemeli a tekintetünket, felemeli a fejünket, túl a szűk határainkon.
a felekezeti határainkon, az ország határainkon, a kisebb közösségünk határain. A keresztény egységet és az emberi mi volt egységét fejezi ki. Ma, amikor sajnos látjuk a bezárkózásnak a jeleit, látjuk azt, hogy egyre inkább ki a maga köreibe próbálja megoldani a problémákat, gondokat, ez újra felhívja arra a figyelmet, hogy mi ugyanazon kereszténységnek vagyunk a részei. A keresztény egység, ami e tekintetben, püspök úr engednek, hogy azt mondjam, több, mint ökumené. Többről van szó, mint ökumené. A kereszténység egységének a megéléséről, és az emberi mi voltunk általános egyetemességének a megéléséről. Az ő mártíriumuk az, hogy itt van a nevük felsorolva, a Boko Haram áldozataitól kezdve a kínai kommunista népköztársaság 100 millió üldözött keresztényéig, Szijjesekung püspökig, mártriumba hajszolt püspökig, azt jelenti a számunkra, hogy mi egyek vagyunk ebben a kereszténységben. És végezetül arra hívja fel a figyelmünket, ennek a templomnak a létrejötte. Az, hogy volt bátorsága, volt ereje, volt kitartása Budakeszi gyülekezetnek ehhez, hogy amit egyházunk zsinata 3 évvel ezelőtt talán kitűzött célként, nevezetesen a egyházi gyülekezeti önfelelősség elvét. Azt az elvet, hogy mi szépen, fokozatosan, erőnkhöz illően kezdjünk el saját magunk fenntartásáról önmagunk gondoskodni, szoros egységben és szoros együttműködésben természetesen a közjót kifejező, a mindenkori közjót kifejező mindenkori kormányzat helyi hatalom képviselőivel, hiszen ugyan polgármester asszony is, államtitkár úr is jelezte, egy templom, egy gyülekezet, az sohasem csak a gyülekezeté, hanem a közösségi is, letegyenek benne azok ateisták vagy keresztények, de hogy a kiinduló pont az a gyülekezeti önállóság, a gyülekezeti önfelelősség, hogy odaadjuk a forintjainkat, odaadjuk a munkásságunkat, odaadjuk az időnket. Látszik, hogy ezt meg lehet tenni, és ezt külön köszönjük a budakeszi gyülekezetnek, hogy erre példát adott az egész egyházunk a keresztény működés számára. És végezetül enged, nem tudom megenni, hogy egy személyes megjegyzést ne tegyek. Különösen lelkész testvérek, de mindannyian gyakran halljuk azt a fordulatot, hogy légy áldott, hogy áldás légy magad is. Kerületi felügyelő elődöm, Bencz úr László esetében azt hiszem, hogy ennek a templomnak a létrejötte, megvalósulása. Ezt a kettősséget hűen kifejezi. Laci, közel 10 éve járok a nyomodban a egyházkerületi munkában, és ott van a nyomod. Minden egyes gyülekezetben ott van a nyomod, a szolgálattevésednek, a hitednek, az odaszállásodnak a nyoma. Úgy lát, magam azt gondolom, hogy ha valaki azt az áldást megkapta a Jóistentől, hogy volt ereje, hite, kitartása ennyi évtizeden át szolgálni az egyházat. Megkapta azt az áldást, hogy a tudásával építészet, hogy a tudásával hidakat, épületeket, templomokat hozhatott létre. De a legutóbbi ilyen műve az a saját közegének, a saját szűkebb közösségének az áldását is szolgálja, azon valóban az Úristen áldása van ezen a munkán. És az ő életén is. Ezt külön köszönjük neked. Köszönöm szépen. Az ünnepet levélben köszöntötte többek között Balogh Zoltán, egykori miniszter, református püspök úr és Háfenser Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke, valamint még sok kedves levelet kaptunk lelkészektől és olyanoktól, akik együtt örülnek velünk. Köszönöm szépen az elhangzott és az írásban küldött köszöntéseket. Köszönöm mindenkinek a jelenlétét, aki eljött, hogy együtt ünnepeljünk. Köszönöm azoknak is a lélekben való jelenlétét, akik szívesen itt lettek volna velünk, de valami miatt nem tehették. Köszönjük az eddig megnyilvánult anyagi és lelki támogatást, akár nagy anyagi támogatásokról, alapokat jelentő anyagi támogatásokról legyen szó, akár azokról a kisebb összegekről, amik valaki számára szintén nagy dolgot jelentettek. És itt hadd kérjem is azt, hogy továbbra is vállaljuk fel ezt a felelősséget, hiszen egy ekkora épületet a kis imaházunkhoz képest fenntartani jóval többe kerül, mint amiből azt a pici otthont fenntartottuk, illetve még azért a
adósságunk is van, és a munkák sem fejeződtek teljesen be. Köszönjük azt a nagyon fontos imádságos hátteret, ami mindenek előtt fontos, hiszen ahogy az ének is mondta, ahogy sokszor elmondtuk mi is, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, az a biztos alap, a kőszikla, Isten igéje és a rávaló hagyatkozás. Elkezdtem magamnak felírni, hogy ki mindenkinek tartozom köszönettel, és úgy éreztem, hogy ebben nem szabad belefogni, mert nincsen vége. Nyilván Lacinak és családjának, Mártit is, hadd említsem, az ő szelíd hangja engem mindig úgy megnyugtatott, mikor belépett ide, olyan nem tudsz nem kedvesen szólni. És köszönöm Laci azt az áldozatos munkát, amit már emlegettem, és amit nem is tudok jól szavakkal kifejezni. Köszönjük a kivitelezők munkáját, akik szintén lélekkel dolgoztak. Ugye az ember azt szokta meg, hogy a kőművesek azért isszák a sört, és mondják a magukét, és olyan fantasztikus, bocsánat, hogy így mondom, de tényleg olyan lelkes és nagyon barátságos csapat dolgozott. Laci már felsoroltat ki mindenki. Belicai Zsófit is hadd említsem, aki gyönyörű oltárterítőket készített nekünk minden liturgikus színben, elkészítette, és a sok-sok szervező munkát itt a mai alkalom megrendezése kapcsán, ez az a pont, ahol nem merek neveket elkezdeni felsorolni, mert ott állnak körbe a gondokunk, virágcsalád, a gyülekezet presbiterei, tényleg nem is folytatom, mert nem tudnám a teljesség igényével felsorolni a neveket. Mindenek előtt Istennek adunk azonban hálát, aki a közösség építését végzi közöttünk, mert nyilván megtesszük a magunkét, de a csodák legnagyobbika az, hogy érezzük, hogy ő munkálkodik közöttünk, és építi a lelki házat. Nagyon nehéz dolog egy épületet felépíteni. Sok fáradtságos munkával jár. Egy templomot is nagyon nehéz megépíteni. És megépült ez a templom. De ennél még fontosabb, hogy nem csak az élettelen kövekből épült ez a templom, hanem épült igenis élő kövekből ez a templom. És ezt a szolgálatot elsősorban lelkészasszonynak köszönhetjük. Szeretettel adom át a gyülekezetet. Az Úristen vigyázzon az utadra, hosszú időn keresztül itt közöttünk. Köszönöm szépen. A szolgálatodat. Most szét kéne osztani még sok-sok segítő között, mert hát ez egy együttes szolgálat. Köszönjük szépen. Urunk Istenünk, hűséges szeretettel vezettél minket mindeddig. Továbbra is ígéretedre alapozzuk gyülekezetünk életét. Te azt mondtad, én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. Hálával tapasztaljuk nap mint nap, hogy te valóban közöttünk munkálkodsz. Építsd továbbra is a benned való közösséget. Kezedbe tesszük ezután is templomunk és a gyülekezet ügyét, hiszen tudjuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Kérünk add áldásodat az immár elkészült épületre, az abban együtt imádkozó gyülekezetre, hogy a felépült ház a közösség további épülését és a te dicsőségedet szolgálja. Amen.